Sziasztok és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit! Az északi, avagy skandináv mitológiát feldolgozó sorozat 16. részének témája Baldur Isten halála. Az előző részekben hangsúlyoztam, hogy az istenek halandóak, illetve azt is, hogy a történet előrehaladtával Loki karaktere egyre gonoszabb lesz. Baldur halála ennek a kettőnek a csúcspontja. Odin mindenek atyának van egy halomgyermeke. Közülük az egyik a szépséges Baldur. Ő egy elég különleges történet. Egy olyan isten, akit mindenki szeret, de senki nem vesz komolyan. A megjelenése sugárzó, a hangja mézédes, és minden isten közül ő volt a legkedvesebb. A mítoszokban betöltött szerepe kimerült abban, hogy szép legyen, imádják, na meg persze, hogy tragikusan haljon meg. A figyelemmel kísértük Loki karakterfejlődését, Baldur az ő reciproka. Odin csodálatos fiának az élete tökéletes volt. Azonban egyik este Baldurt rémálmok gyötörték. Álmában testvérek gyilkolták egymást, és beköszöntött a vihar és az öldöklés kora. Baldur összehívta az isteneket, és elmondta nekik, hogy az álmában mi történt. Odin féltette a fiát, bölcsisten volt, de a fia rémálmait nem tudta megfejteni. Felvette a köpenyét, a kalapját és egy álnevet. Ő volt a Vándor. Az egyik történet szerint a világ végén, a másik történet szerint az alvilágban volt egy sír. Egy bölcsasszony sírja. Odin úgy gondolta, hogy ez a bölcs asszony képes lesz segíteni neki. A mágiát és a rúnák hatalmát használva felélesztette az asszonyt, aki, mint kiderült, nem más, mint Angrboda, Loki híres gyermekeinek anyja. Angrboda felismerte a Vándort. Tudta, hogy ő valójában Odin. Az óriás nő eképpen beszélt. A fenti világ kétségbe esik, de a holtak világa örvendezni fog. Baldurt várjuk magunkhoz. Baldurral kapcsolatban Odin három dologra volt kíváncsi. Ki lesz az, aki megöli? Ki lesz az, aki meggyászolja? És ami nagyon fontos, ki lesz az, aki megbosszulja? Mind a három kérdésére megkapta a választ. Odin elmondta a híreket Frignek, a feleségének, mire az istennő azt mondta, hogy ez képtelenség, nem engedi. Elindult, hogy megváltoztassa a sorsot. Az egész világot körbejárta, beszélt a tűzzel, ami megígérte, hogy nem égeti meg Baldurt. Beszélt a vízzel, és az megígérte, hogy Baldur nem fullad bele. Beszélt a fémekkel, amik megesküdtek, hogy nem vágják meg. Beszélt a kövekkel, a kígyókkal, a rovarokkal és mindenféle madarakkal. Beszélt a fákkal, a bokrokkal, sőt, még a betegségekkel is. Mindannyian megesküdtek, hogy Baldurnak nem esik bántódása. Egy dolog volt, ami nem tett esküt Frignek. A fagyöngy. A fagyöngy ártalmatlan. Mit számít az? Amikor minden létező dolog megesküdött, hogy Baldurnak hajaszála sem görbül, Frigg visszatért Asgardba. Miután elmondta az isteneknek, hogy a fia technikailag sebezhetetlen lett, azok nem hitték el. Az aznap délutánt azzal töltötték, hogy Baldurt minden létező dologgal megpróbálták megölni. Lándzsákkal, kardokkal, kövekkel, fejszékkel, de Baldurnak hajaszála sem görbült. Az istenek mindannyian remekül szórakoztak. Kettő isten volt, akik nem. Az egyik Loki, a másik Höd. Höd egy vak isten, Baldur testvére. Az volt a problémája, hogy ugye az istenek mindannyian szórakoztak, de vele nem foglalkozott senki. Ő is szórakozni akart, részt akart venni a mulatságban. Loki, akinek ez feltűnt, oda ment hozzá és meghallgatta, hogy mi a baja. Majd közölte, hogy ugyan már, majd ő segít neki. Mindent elkövet, hogy a vak isten megpróbálhassa megölni Baldurt. Lokinak volt egy terve.
először átváltozott egy asszonnyá, majd odament Frigghez és faggatni kezdte. Csak ugyan úgy történt, hogy minden dolog esküdtett? Kérdezte. Frigg azt mondta, hogy persze, mire Loki még jobban faggatta, hogy biztosan nem felejtette el semmit. Mire Frigg elmondta neki, hogy a fagyöngyöt nem eskedte meg, hiszen minek? Az úgyis ártalmatlan. Lokinak nem is kellett több. Egy szempillantás alatt eltűnt. Elment egy fához, amin történetesen volt ilyen fagyöngy. Először arra gondolt, hogy megmérgezi Baldurt, viszont Frigg megeskedte a mérget is, hogy az sem fogja bántani a fiát. Szóval Loki összegyűjtötte ezt a növényt, és készített belőle egy fegyvert, egy apró láncsát, nyilvesszőt akár. Ezután visszament Asgardba, és közölte Höddel, itt van egy fegyver, szórakozz te is, próbáld meg megölni Baldurt. Mivel Hödd vak volt, ezért Loki segített neki. Biztos akart lenni abban, hogy eltalálja a célpontot. És akkor Hödd elhajította a fegyvert. Az istenek minden egyes alkalommal nevettek. Nagyon élvezték, hogy Baldurt semmi nem tudja megsérteni. Azonban, amikor Hödd eldobta a fagyöngy fegyvert, azt várta, hogy majd akkor is hatalmas kacagás lesz. De a teremben még a légy zümmögését is hallották. Frigg megpróbálta megváltoztatni a sorsot, de nem sikerült. Baldur meghalt. Na, ezután kettő dolog történt. Először is eltemették Baldurt. Technikailag elhamvasztották. A temetése a skandinávok szokásához híven az volt, hogy rátették a saját hajójára, majd elégették. Másodszor Frigg azt akarta, hogy valaki menjen le az alvilágba, és kérje meg Hélt, hogy engedje vissza Baldurt. Így is volt. Hermód, Ódin egyik fia, azt mondta, hogy majd ő visszahozza. 9 napon keresztül lovagolt, egyenesen lefelé, míg nem elérte Helheim hatalmas kapuját. Megfogta a lovat, ami amúgy Sleipnir, Ódin 8-lábú csődöre, és azt a hatalmas kaput egy az egyben átugratta. Amikor Hermód elérte Helheimet, először is megkereste Baldurt, és közölte vele, hogy haza fogja vinni. Ezután megkereste Hel istennőt, és könyörgött neki, hogy engedje vissza Baldurt. Hermód azt mondta, hogy az egész világon minden és mindenki őt siratja. Hel azt felelte, hogy oké, ha ténylegesen úgy van, hogy minden és mindenki őt siratja, akkor megengedi neki, hogy visszatérjen. De ha akad, akár egyetlen lény, ami nem siratja, vagy nem akarja, hogy visszatérjen, akkor Baldur örökre ott marad. Asgard istenei a hírek hallatán a világ minden pontjára követeket küldtek. A követek minden és mindenkitől megkérdezték, hogy siratja-e Baldurt. Siratták a kövek, a tűz, siratta a víz és a madarak. Mindenki és minden Baldurt siratta. A követek úgy gondolták, hogy minden frankó, és elindultak haza. Hazafelé találtak egy barlangot, amely barlangban egy óriás nő lakott. A neve Tok. A követek megkérdezték, hogy Tok, az óriás nő, siratja-e Baldurt? Mire az így felelt. Száraz maradt szeme Toknak, Balduron búsulva. Sem élve, sem holtan, soha nem szerettem. Maradjon Hélbehultan. Az istenek és az emberek világában ettől nagyobb gonosz tettet még nem követtek el. Ugyanis az óriás nő, Tok, az nem más volt, mint Loki. Eképpen történt az, hogy Baldur örökre Hél országában maradt. Majdnem örökre. Meg amúgy nem mellesleg időközben Ódinnak született egy fia. A fiú egy napos volt, amikor megölte Hödöt. Szóval ez volt Baldur, a legkedvesebb isten halálának története. Loki karaktere ezen a ponton elveszett. Nincs többé mókamester, nincs többé elnye-beenye, nincs többé Loki a ravasz.
Ha kíváncsi vagy arra, hogy mi volt Loki utolsó gaztette, illetve arra, hogy az istenek hogyan büntették meg, a következő részben erről beszélünk. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!